nagyon vicces volt, hogy amikor elkezdték ismerni az emberek a Zárura című műsort, akkor egy csomószor volt az, hogy elmentem valahova, és azt mondták, hogy jaj, de örülök, hogy látnak, a te műsorodra szoktam elaludni. És az egy ilyen... Nem az viselt meg, hogy eltűntem a képernyőről, az nem. Az sokkal jobban a miként tűnt. És akkor végül az lett a vége ennek a dolognak, hogy úgy, ahogy most te itt ülsz, volt itt egy papír, és azt mondták, hogy na, akkor ezt kéne aláírni. És hát nyilván valami aláírhatatlan hülyeség volt benne, és visszatoltam, hogy pont ugyanaz a vélemény, mint az összes többi papírról, ezt se írom alá. És akkor aki velem szemben őt megfogta, és azt mondta, hogy na, nekem ebből kurvára elegem van, és aláírta a nevemet. És mondtam, hogy hát akkor szerintem végeztünk. És kimentem az ajtón, minden fenyelmi tárgyalás hopp leállt, és akkor onnantól megkönnyörögtek, hogy ne jelentsem fel őket. Nem, Magyarországon vannak olyan emberek, akik zászlajukra tűzték ezt a feminizmust, és szerintem sokkal kevés, tehát inkább kontraproduktívak, mint produktívak. Azzal, hogy erőszakosan, hogy mindenkire rányomva, hogy ellentmondást nem tűrően, vitát nem tűrően, nagyon szubjektíven válogatva, szóval nekem ez problematikus, és nem akarok ehhez csatlakozni. Ugyanakkor bizonyos témákat nagyon fontosnak tartok, hogy tematizáljunk. Egyébként többek között azt is, hogy milyen nőként, családanyaként összeegyeztetni a karrieredet. Én ezt például fontosnak tartom, és időnként szoktam is róla beszélni, hogy mennyire állatira nehéz. Valójában szerintem fontos lenne arról beszélni többet, hogy mit jelent liberálisnak lenni. De hát mit jelent? Hát a szabadságot, az egyenlőségben való gondolkodást, azt, hogy nem ítélünk meg másokat, nem rekesztünk ki másokat, szexuális orientáció, nem csomagolunk könyveket, azért, mert azok érzékenyítenek például. Nem gondoljuk azt, hogy az iskolák 200 méteres körzetében nem lehet ilyen meg olyan könyvet. Szóval sokkal nagyobb szabadságot gondolok én, és hát főleg ez az egyenjogúság is.